együttműködés a környezeti fenntarthatóság és az ökoszisztéma fejlesztése érdekében. Ezzel a címmel tartottak sajtótájékoztatót a Pécsi Egyetemen. Az intézményt fenntartó alapítvány, valamint a Technológiai és Ipari Minisztérium közötti megállapodásról számoltak be a felek. Már 8 éve ápol jó kapcsolatot az egyetem és a minisztérium, de most, mivel átalakult a tárca, újra megerősítik a kontraktust változtatásokkal. Elsősorban az ipari fejlesztésekre fektetnek nagy hangsúlyt, emelte ki Palkovics László. Az országon belül lehet látni egy északnyugatról délkelet irányába történő vándorlás. Ha megnézzük azt, hogy hova érdemes és hova lehet ma iparvállalatot telepíteni, az országnak két része van, Dél-Alföld, illetve Dél-Nyugat Magyarország, hiszen itt áll rendelkezésre az a tudás, itt áll rendelkezésre a kapacitás, ami ahhoz szükséges, hogy sikeresen ezt meg tudjuk tenni. A kormánynak feladata, hogy Dél-Magyarországon Pécs központtal ezt az iparfejlesztést lényegesen erőteljesebben tovább vigye. A két fő irányvonal a fenntarthatóság, valamint az orvos, illetve egészségtudomány. Több célt is megfogalmazott az Universitas Quinque Ecclesiensis kuratóriuma, hogy kiemelt figyelmet kapjanak ezek a területek. Bódis József a nemzetközi esítés mellett az oktatás szerepét hangsúlyozta. Az is fontos, hogy az oktatásban olyan specifikumok jelenjenek meg, amelyekre a gazdaságnak igénye van, de a normál oktatási menetben, az alapképzés, mesterképzés, doktori képzésben nem tudott megfelelő hangsúlyt és helyet kapni. Ezek a rövididejű, specifikus képzések, továbbképzések. Az együttműködés célja a fenntarthatóságra épülő technológiák megvalósítása, többek között a speciális gépgyártás, a zöld gazdaság és az élelmiszeripar területén.